Az NB1B piros csoportjában szeptember közepén rajtol a bajnokság, így nem meglepő, hogy a csapatok most már sorra játsszák a felkészülési meccseket. A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt hét végén kétnapos villámtúrát tett Szlovákiában. A kékcápák pénteken Svidben, szombaton pedig Iglón léptek pályára. A szlovák első ligában szereplő csapatok ellen két tisztes vereség a mérleg. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint mindkét meccset komolyan vették az ellenfelek. A szezon előtti mérkőzésekre jellemző, itt a légiósok bizonyítani szeretnének, hogy ők alkalmasak arra, hogy itt maradjanak a csapatnál, és éppen ezért azt akartam mondani, hogy kettőzött, de inkább háromszorozott erővel küzdöttek, ami nekünk azért jó, mert erősebb mérkőzéseket tudtunk játszani, illetve olyan ellenfelekkel találkoztunk, akik győzni is akartak, és a játékosok is sok mindent megtettek azért, hogy jó teljesítményt tudjanak nyújtani. Ennek tükrében mindenféleképpen pozitív az, amilyen eredményeket értünk el, és inkább az iglói mérkőzésre mondanám azt, hogy jobban teljesített és jobban küzdött a csapat. Siska János edző is pozitívumként értékelte azt, hogy a több légióst foglalkoztató riválisokkal szemben fel tudták venni a versenyt. Mind a két csapat, az ellenfelük az Igló, illetve a Svit komplett csapat volt már légiósokkal. A Svitben 4 légiós volt, az Iglónál pedig 5 légiós volt, úgyhogy nagyon kemény védekezés ellen kellett támadnunk, illetve nagyon komoly taktikai repertoár rendelkezett mind a két csapat. Komoly mérkőzések voltak ezek. Szura Attila annak örült, hogy az ismeretlen ellenfelekkel szembeni meccseken új impulzusok érték a játékosokat. Mindig jó egy ilyen tornán azért részt venni, vagy ilyen meccseket játszani, amikor nem csak magyar csapat ellen játszunk. Én nagyon jól éreztem magam, és szerintem a csapat is jól érezte magát. Annyi, hogy persze még felkészülési meccsek voltak, látszódott, hogy voltak hiányosságok. Az is látszódott, hogy van két új magyar játékos. Még nem mozgunk együtt olyan jól, de emberileg is szerintem nagyon jól beilleszkedtek a csapatba, úgyhogy edzeni kell tovább. Még vannak felkészülési meccsek, és szerintem nagyon jó lesz ez a szezon is. A kékcápák szombaton Debrecenben a MAFC ellen játszanak újabb felkészülési meccset. Jelen állás szerint a szeptember 15-i nyitófordulóban kiírt oroszlány elleni idegenbeli meccset később rendezik meg, így a Nyíregyháza Blue Sharks szeptember 20-án hazai pályán a budapesti Honvéd ellen kezdi a szezont.